Együtt a fejlesztésben az esélyteremtésért címmel rendezett szakmai regionális konferenciát a Nyíregyházi Tankerületi Központ a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságával közösen. A találkozón 4 szekció volt, gyógypedagógiai, logopédiai, pszichológiai és súlyosan halmozottan akadályozott szekciókban értekeztek a régió szakemberei. Az előadásokkal és kerekasztalbeszélgetésekkel színesített programon elhangzott, a megyében mintegy 20 000 sajátos nevelési igényű gyermeket tartanak nyilván. Ez a szám változik, mert van, akiről lekerül, hála a jó Istennek a sajátos nevelési igény, és valaki pedig ismételten belekerül. Nagyon-nagyon sokat számít, hogy most már 3 és 5 éves korban is kötelező a gyermekeknek a nyelvi szűrése, ezért lehet egy ugró számról beszélni, mert ez eddig nem volt, most már törvényben van iktatva, hogy nyelvi fejlődést nézünk 3 éves korban a COFA nyelvfejlődési teszttel, és az a jó hír, hogyha itt eltérést jeleznek, akkor azonnal terápiába tudjuk venni, illetőleg a védőnőkkel történő együttműködés nagyon megkönnyíti a helyzetet, mert ők is végeznek szűrővizsgálatok, van egy őrzők nevű kiadványuk, amit mi is lelkesen forgatunk, és összekapcsolódnak a rendszerek. Nagyon sok gyermeket kapunk a kórházból, egészségügyi ellátásból, védőnők, gyermekorvosok, és az lenne a cél, hogy egy olyan működő hálózatnak a kiépítése történjen meg, hogy a gyermek, a kliens mi hamarabb bekerüljön az ellátórendszerbe és szakszerű segítséget kapjon. A konferencián elhangzott, egyre gyakoribb, hogy a gyermekeknél valamilyen nyelvfejlődési problémát fedeznek fel, persze a statisztikát az is erősíti, hogy már 3 éves korban megkezdődik ennek a szűrése. A találkozón emellett többek között a szakértői bizottságok SNI diagnosztikájával összefüggő pszichiátriai kórképekről is szóltak. Számos olyan zavar vagy probléma lehet egy-egy gyermeknél, amire gyermekpszichológus vagy pszichiáter tud javaslatot tenni. Gyermekpszichiátriai vagy pszichológusi segítés nagyon fontos, de az esetek nagy többségében ugye csak részben lelki a probléma, hisz nagyon sok az idegrendszer fejlődési és érési problémája ad alapot a sajátos nevelési igényre, kezdve a tanulási zavaroktól, a figyelemzavaron át az autizmus spektrum zavarokon, a magatartászavar bizonyos formáin, ami vegyes, tehát van egy öröklődő vagy egy fejlődési része, és persze van egy környezeti vagy egy lelki része, tehát komplex, azért kell a tímmunka, azért nagyon fontos a tímmunka. A konferencián többek között a diszlexia prevencióról, az autizmus korai diagnosztikájáról is volt előadás, valamint újdonságokról, például a speciális logopédiai terápiáról, a promptról is hallhattak a régió szakemberei, akik megosztották egymással tapasztalataikat is.